Sziasztok, Bálint Erika vagyok a Tapéta Karnis Kft-től. Ma a Majorka vagy Menorka, mind a két nevet használják, nevű karnist fogom bemutatni. Ez a Gardiniának egy gyönyörű szép terméke. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy 20 mm-es karnis, amik itt mögöttem vannak, azok 16, illetve 19 mm-esek, tehát ez attól is egy erősebb típus, és belsősinés. Az, hogy belsősinés, ez azért nagyon fontos, mert mindjárt mutatom itt az egyik karnison. Tehát ilyen csúszkák vannak benne, és az a lényeg, hogy a csúszkákat át tudjuk húzni a konzol alatt is. Tehát gyakorlatilag a rúdnak a teljes szélességét tudjuk használni, és itt talán nincs szükség olyan nagyon nagy karnisra, hiszen nincs az, hogy feltesszük a konzolt, és a konzolon kívül eső, mondjuk 20-30 cm rúdra nem tudunk tenni semmit, hiszen ebben az esetben ezt is végig tudjuk húzni. Ez a fajta karn is egy, szerintem egy nagyon szép, modern és elegáns vonalvezetésű. Két színben forgalmazzák ebben a nemes a célban és a, rézantikban. Most a, ki bontani egy egy szimpla rézantikot, és meg fogom mutatni, hogy milyen alkatrészekből áll, mire kell készülnöd, amikor felszereled. A szimplát fogjuk, a dupla nagyon hasonló, Annyi, hogy ott kettő rudat kell majd tenned a dupla konzolba. Szóval levettem már előre a kupakot, mert azt azért nem olyan nagyon könnyű, és lefelé fordítom ide. Talán lejjebb is engedem, hogy jól lásd. Igen. Jó. Tehát az a lényeg, benne van a rúd. Ezek itt csak ilyen kitámasztók. Jó, ez csak azért van, hogy ne verődjön a dobozban. És itt vannak benne az alkatrészek. A, rudakat, a rudat most benne hagyom a végzárókkal együtt. Igazából ami nagyon fontos most, és ami a kérdés szokott lenni, hogy a konzol hogyan rakódik össze mert amikor felrakod, ugye ez is az a típusú, ahol nem látsz itt lyukat, tehát ugye ez lesz fönt a falon, és nem látsz rajta lyukat, hogyan lehet mégis felrakni? Nagyon egyszerű, ezt itt lecsavarozzuk, ezt a részét kell felcsavarozni a, a falra, látod, hogy itt van három lyuk is, ebből legalább kettőt használj, egy csavar az nem csavar, egy jó erős tiplivel ezt felcsavarozza a falra, hogyha fent van, akkor jössz ezzel, ezt rátekered. Utána beleteszed ezt a részét, mégpedig úgy, hogy ez lefelé álljon majd. És azt a kettőt pedig ezzel tudod összerakni. Mindig van benne egy ilyen elalakú kis alkatrész. Itt van egy pici kiálló csavar, amire vigyázunk, mint a szemünk fényére, mert hogyha elveszik, ezt nagyon nehéz megtalálni, és nem is tudok, én sem tudok adni másikat, mert ez nem szokott kimaradni. Hogyha néha maradnak ki mindenféle alkatrészek, én abból szívesen adok, de ez nem szokott kimaradni. Jó, tehát ezt felszereltük így, ez lefelé áll, és innentől kezdve már bele lehet tenni a, a rudat, és a rúd két végére pedig a végzárókat. A végzárók is, és a rúd rögzítése is szintén egy ilyen nagyon hasonló kis csavarral történik. Ezek mindig benne vannak itt a termékekben. Picit lazítunk rajtuk, most is picit lazítok, akkor bele lehet tenni a rudat, és hogyha húzok rajta, hogyha benne van a rúd, akkor lehet látni esetleg, hogy ez is itt egy picit kiebb jön, tehát itt fogja beszorítani majd a rudat. A végzárót pedig ugyanezzel először kicsit letekered a, ö, ö, a rúdról, és utána ugyanúgy visszaerősíted, csak előtte beleteszed ezeket a csúszkákat. Ezek a sima kis X csúszkák, görgő nem jó bele, csak ez az X csúszka. Ö, hogyha esetleg csipesszel szeretnéd, akkor azt is lehet, csak akkor szólj előtte, hogy, hogy csipeszes megoldásra van szükséged, és akkor teszünk hozzá, illetve igen, teszünk hozzá, tehát itt ugye nem tudunk az elemekkel variálni, mert, mert így kész egységként kapjuk, de, de te tudsz, tehát hogyha csipeszt akarsz, akkor van, van ugyanilyen x-ben végződő műanyag csipeszünk, és azzal fel tudod rakni. Tudod toldani is, hogyha esetleg rövid, akkor kérj hozzá toldó elemet olyankor le fog maradni, ugye arról a végéről mind a két rudadnak a végzárója, oda beteszed a toldóelemet, a toldóelem pedig alá pedig mindig beraksz egy konzolt így végtelen hosszúságút össze tudsz állítani, hogyha vágni szeretnéd, hogyha túl hosszú a rúd, azt is megteheted, egy fényfűrészsel elfűrészeled, és ráhúzod a, a, végzárót. Ezek a végzárók mindig takarnak annyit, hogy igazából nem tudod olyan csúnyán vágni a véget, hogy ez, illetve a rudat, hogy ez ne takarja el utána ezt a csúnya vágott részt, ha olyan lesz. Ennyit kellett tudni a menorka, vagy a majorka, mikor, hogy írják, nevű 20 mm-es belső sines karnisról. Hogyha érdekel, akkor menj fel a tapétakarnis.hu oldalra, ott meg fogod találni ezeken a neveken.